Aréna, Magyarország egyik legtöbbet idézett rádióműsora. Várja Önt a stúdióban Magyarics Tamás, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára, külpolitikai szakértő. A műsor támogatója a Hold. Meghozzuk a döntést befektetéseiben. Hold.hu. Segítse Ön is munkánkat azzal, hogy feliratkozik csatornánkra. Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem egyetemi tanára. Beszélgetést felvételről hallják. Professzor úr, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, kérs napot kívánok! Donald Trump nyerte az amerikai republikánus párt második előválasztását is. Ez mit döntött el, és mit nem döntött el még? Ez még az előválasztás. Hát nagyjából gyakorlatilag eldöntötte, hogy Donald Trump lesz az elnök jelölt, ugyanis New Hampshire volt legalábbis a logika szerint Nikki Haley-nek a legjobb esélye arra, hogy akár előnyt szerezzen, jobban szerepelje, mint Donald Trump, és ennek ennyire 10-12%-a kikapott. Azért itt volt a legjobb esélye, mert hogyha megnézzük a számokat, akkor az a 43-41%, amit kapott, viszont megkapta az úgynevezett felsőfokú végzettség rendelkezők szavazatának a többségét, 55%-ot, megkapta az úgynevezett mérsékeltek szavazatának 55%-át, és az elővárosi vagy külvárosi nők 45%-ák a szavazatát. Tehát ezekben a csoportokban szerepelt a legjobban, jobban, mint az átlag. Viszont úgy tűnik, hogyha New Hampshire-ben nem sikerült neki gyakorlatilag megszorítani Donald Trumpot, akkor ezután se fogja tudni. Ugyanis Dél-Karolinában, annak ellenére, hogy az a saját állama, a demográfiai összetétel, lakosság összetétele, iskázottság és így tovább, az inkább Trumpnak kedvez, és ott Trump 20-30% pontokkal vezet. Tehát, hogyha Iowa-ban, New Hampshire-ben és Dél-Karolinában, és a kettő közül New Hampshire-ben, ahol nagyon jó esélye lettek volna, legalábbis itt papíron kihelyének, illetve Dél-Karolina a saját államába kikap, akkor feltetően ez már azt jelenti, hogy teljesen hiába való a további előválasztása az ő szempontjából. Az igazság az, hogy már kezdettől fogva lehetett látni, hogy szinte lehetetlen behozni Donald Trumpot, és ilyenkor általában szokott lenni, hogy az úgynevezett szponzorok, támogatók, sok mindenki egyéb kihátrál a jelölt mögül. Az előválasztások, hogyha rendesen vannak megszervezve, és igazi előválasztások vannak, akkor azok nagyon drága a kampányok. Tehát fizetni kell több száz, több ezer embert, önkéntes kopogtatnak az ajtókon, cédulákat gyártanak, röplapokat osztogatnak, kampányrendezvények, buszokat rendelnek, színpadot, televíziós, rádiós újság megjelenéseket fizetnek, és így tovább. Ezek óriási összegbe kerülnek. Állítólag Nikki Haley $50 millió költött New Hampshire-be, és hát nem nagyon sikerült neki megszorongatni Donald Trumpot, ami azt jelenti, hogyha kiálltak mögül a szponzorok, akkor egyszerűen pénzügyek se bírná tovább a kampányt, és szerintem talán jobban járna, hogyha a Dél-Karolinai után, vagy akár most a kettő között felfüggesztené az elnök választási kampányát, úgy, hogy Ron DeSantis csinálta Iowa után, akkor hát lehetett látni, hogy esélytelen. Mert ezzel talán érdekes módon 2028-ban jobb esélyei lesznek. Ugye és 2028-ban Donald Trump biztosan nem fog indulni, legalábbis azt lehet mondani, hogyha megválasztják elnöknek, azért nem, mert az amerikai alkotmány csak két ciklus tesz lehetővé egy elnöknek. Hogyha még nem választják meg, akkor már 4 választást veszít el addig Donald Trump. A 4 választás úgy jön, hogy 2 elnök választás, ugye 2020 és 2024 feltetően, és a félidős választások a 18 és
2022, amikor mind a kettő esetben inkább a republikánusoknak állt a zászló, de igaz, hogy 2022-ben meg tudták szerezni a képviselőházat, de sokkal kisebb arányban, mint ahogy eredetileg gondolták, elveszítették a szenátust, és sokan Donald Trumpnak a nyakába várták ezt a felemás eredményt, azzal, hogy olyan jelölteket támogatott, és mondjuk erőltetett rá a republikánusokra, akik hát olyan nézeteket képviseltek, ami miatt ők az adott államba, vagy a választási körzetbe megválaszthatatlannak bizonyultak. Az mit jelent, hogy egy sponzor kihátrál valaki mögül? Ugyanazzal a lendülettel be is lép a fennálló jelölt mögé, Donald Trump mögé? Igen, természetesen. Mondjuk alapvetően háromféleképpen szereznek pénzt a jelöltek. Hozzá kell tennem azt, hogy a legdrágább mulatság idézőjelbe az az elnök választás, állítólag most már $1.5 milliárd körül van az az összeg, amit össze kell valonnan kalapozni egy elnök jelöltnek, bármint vagy a demokrata, vagy a republikánusnak, most nem beszélünk a zöldekről, vagy egy harmadik párt jelöltjéről, hogy egy valódi kampányt végig tudjon folytatni, márpedig úgy tűnik, hogy ez a kampány ez eléggé kiérezett lesz, és nagyon szokon fog múlni, tehát rendkívül fontos lesz a mozgósítás, a jelenlét és így tovább. Tehát ez a háromfajta mód, egyrészt természetesen egyéni adományok. Egy ciklusban egy ember $2500 támogatott egy jelöltet. Ez is eléggé jelentős pénz, hogyha mondjuk több millióan áldoznak erre pénzt. A második az úgynevezett politikai akciócsoportok, amelyeknek hivatalosan nem lehet megnevezni a jelöltet, hogy kit támogatnak, viszont olyan mondjuk ügyeket támogatnak, amiben egyébként rá lehet ismerni azt, hogy most melyik párt jelöltéről van szó. Tehát tegyük föl a bevándorlás kérdésébe óriási faragaszok jelennek meg az utak mentén vagy városokban, hogy veszélyt jelentenek az illegális bevándorlók, le kell zárni a határokat. Trump. Hát ugye ezt nem mondják, de hát nyilván neki tudja, hogy kiről van szó. És végül pedig egyének. Tehát mind a republikánusoknál, mind a demokratáknál vannak olyan nagyon gazdag emberek, akik áldoznak ilyen politikai célokra a republikánusoknál, például Koch fivérek, de másokat is meg lehet említeni, vagy például a demokratáknál általában mondjuk a hollywoodi mogulok, vagy ugye Soros György elég sok pénzt szokott áldozni, és aztán egy 2011-es törvény felszabadította azt, hogy vállalatok is adott esetben tudják szponzorálni. Hát ilyenkor általában egy okos vállalat vagy ide szervezet is. Ide és oda, és mondjuk a védelmi iparban a Boeing az általában, hogyha szponzorál, akkor két oldalra. Az olajipar általában a republikánus, mezőgazdaság általában a republikánusokat támogatja, mert ott van inkább támogatottság a republikánusoknak a mezőgazdasági államokba. A másik oldal mondjuk a tanárok szakszervezete hagyományosan demokrata a támogató. Tehát, de a tanárok szakszervezetének Amerikában van annyi pénze, hogy képes legyen egy elnökjelöltet támogatni? Igen, nagyon komoly pénzeket, de attól függetlenül, mint a szakszervezet, attól függetlenül, hogy az első támogató szakszervezetek általában gyengébbek, mint Európában, tehát mint mondjuk a híres TUC Nagy-Britanniában, vagy akár a német szakszervezetek, vagy a francia szakszervezetek nagyon erősek tudnak lenni, egyesült államokban kevésbé. Többek között azért, mert az egyesült államokban jobban érvényesül például a nyitott munkahely elve, tehát Európában sok helyen szakszervezeti
tagukat részesítek előnyben munkahelyeknél, és itt tovább Amerikában viszont rugalmasabb ilyen szempontból a munkaerőpiac, nem védi sok esetben a munkaerőt, a munkavállalót, a szakszervezet, könnyebben lehet fölvenni, könnyebben lehet megszabadulni adott esetben munkaerőt, tehát jobban tudnak alkalmazkodni a piaci viszonyokhoz, de ennek ellenére azért egy-két szakszervezet erős lehet, melyik a terautó, a sofőrök szakszervezete az hagyomása, a Teamsters Union az hagyomásan erős, bár nem annyira erős, mint mondjuk ott a 60-as években, igaz, hogy akkor a vezetője a Jimmy Hoffa a mafiával is eléggé szoros kapcsolatokat tápolt, de szakszervezetek más szerepet játszanak. Jó, ez egy elég régi mondás volt, egy német szociológus, Vene Zombart mondta azt bő 100 évvel ezelőtt, hogy ezek a dolgok, hogy szakszervezet, meg szocializmus, stb. Ez léket kap az Egyesült Államokba a bifsztek és az almás pite sziklái, mert ugye hát a magasabb életszínvonal, nagyobb távolságok, akkor bevándorlók nagyon nehezen lehetett szervezni mondjuk a magyar a szlovákokat, cseheket, németeket, olaszokat, görögöket, és így tovább. De minden esetre a történet vége az, hogy a szakszervezetek is tudnak támogatni jelteket, általában a demokratákat támogatják. Volt arra például az amerikai történelemben, hogy egy elnök egy bukás után így vissza tudott jönni az előválasztásban, mint ahogy Donald Trump visszajött? Minden ellene szólt. Perek százai mennek ellene. Olyan nem volt, hogy perek százai lettek volna ellene. Ilyen egyáltalán nem volt, hogy perbe és haragba álló elnök jelölt indult volna. Az viszont egyszer előfordult, hogy egy elnök, demokrata elnök, Grover Cleveland a 19. század végén, a 80-as évektől volt elnök, utána vereséget szenvedett, viszont egy ciklus elteltével újra indult, és nyert. Tehát egy eset volt, amikor egy elnök kétszer volt, két ciklus töltött ki, de nem két egymás követő ciklust, az összes többi elnök, aki kétszer volt, az kitöltötte, az egymás követő ciklusokat töltött ki, és hát természetesen egy eset volt, hogy Frank Rooseveltet négyszer választották meg, de egy alkotmánykiegészítés 50-es évek elejétől kezdve korlátozza az elnökviselőt, mindössze két ciklusra. És nem kell összefüggőnek lennie? Két egymástól távol álló nem ciklus kell. Is lehet a törvény szerint. Nem kell, azt nem mondják, hogy két egymást követő ciklus, két ciklus. Az kinek jó, ha hamar kiderül, hogy Donald Trump a republikánusok elnök jelöltje? Volt korábban egy olyan elmélet, hogy számítanak egymásra, és mindenki fixre próbál menni, a Bidenéknek a Trump jó, Trumpnak a Biden jó, mert azzal legalább lehet kalkulálni. Ez így van? Igen, tehát egyik olvasat az, hogy meg készülhetnek gyakorlatilag most az elnök választási kampányra. Tehát gyakorlatilag Biden elnök választási kampánybeszédeket mond, és nem előválasztási kampánybeszédeket mond. A Trump is idézőben meg tud szabadulni attól, hogy előválasztási dolgokkal foglalkozzon, illetve a republikánusoknál minél korábban történik visszalépés, annál jobban tudnak összezárni, mert nyilvánvalóan Nikki Haley vagy Ron DeSantis, amíg bent volt a versenyben, nem mondhatta azt, hogy hát Donald Trump úgyis nyerni fog. Tehát azt kellett demonstrálniuk, hogy ők jobbak, vagy különbek lennének, és bírálni kellett Donald Trumpot. Egyik kevésbé visszafogott, a másik visszafogottabban, de hát Trumpot kellett bírálni. Abban az esetben viszont már most lehet látni, hogy DeSantis visszalépett, vagy Vivek Ramaswamy visszalépett, és ők rögtön már Trump mögébe álltak, hogy hát ez volt az előválasztás. DeSantis mondta, hogy voltak ellentéteink Trumppal szembe, de annak idején különben a republikánusoknál Trump kivételével az összes induló
aláírt egy papírt, hogy támogatni fogja a republikás erőt, bárki is legyen az, és ezt Nikki Haley is aláírta különben, tehát feltetően nem csak emiatt támogatni fogják. Az egy másik kérdés, hogy mennyire lelkesen vagy nem lelkesen, mert elképzelhető, hogy azért mind a kettő már, vagy melyik mások is helyezkednek már a következő ciklusra, hogy hát elkezdik felépíteni azt az imázsukat, vagy azt a profiljukat, politikai profiljukat. Mind a kettő számára azért volt hasznos, annak ellenére, hogy hát kezdettől fogva szinte borítékolható le volt, hogy Trump lesz a befutó, hogy országosan azért ismertebbé váltak az úgynevezett ismertségi index, az rendkívül fontos az Egyesült Államokba, mert nem hiszem, hogy Nikki Haley neve túl sokat mondott mondjuk Montanába vagy Oklahomába ezelőtt, lehet, hogy még mindig nem túl sokat mond, de legalábbis többet mond, mint korábban, és ezzel egyfajta alapot teremt arra, adott esetben ő, vagy Vivek Ramaswamy, vagy Krisztián már egyszer indult, tehát ő nem. Tim Scott, aki egy dél-karolinai feketébőrű republikánus szenátor, tehát ők erre is használhatták az előválasztást, hogy hát bizonyos fajta országos ismertségre tegyenek szert. De ők viszik magukkal, amikor a Trump támogatására szólítják fel a korábbi saját támogatóikat, a támogatókat is, hát azért eléggé csúnya dolgokat mondtak egymástól, különböző intenzitással. Igen, a támogatók azért nem mindig állnak át. Ugye akkor viszont tudni kell azt, hogy ezek a támogatók azért eléggé sikeres üzletemberek, és nem szeretnek pénzt veszteni. Tehát ők szeretik arra tenni a befutóra tenni, hogyha nem is vesznek részt szóversenyeken, azért befutóra tenni a pénzüket. Nyilvánvalóan ez nem azt jelenti, hogy most ők egy-egybe valami előnyt kapnának. De hát például a Obama esetében a fő szponzorok között volt a Pritzker család, azt hiszem a Hyatt tulajdonosai Chicagóba, illetve Illinois államba. Ilyen például az egyik Pritzker Illinois kormányzója, egy másik pedig Obama a kormányában volt kereskedelmi miniszter. És feltétlenül nem olyan irányba vitte a dolgokat, hogy mondjuk a Hyatt szállodalánc az rosszul járt volna, hogy általában. Tehát van ilyen közvetlen, vagy az embereiket teszik be különböző helyekre, nagyköveti posztoktól kezdve állami igazgatásba és így tovább, vagy pedig hát nyomást gyakorolnak, hogy olyan mondjuk, hogy a mezőgazdasági nagy szponzorról van szó, hogy valamiféleképpen védje az amerikai mezőgazdasági érdekeket a külföldi dömpingárúval szembe, és tehát rengeteg közvetett, közvetlen, látható, láthatatlan módon kérhetnek bizonyos ellenszolgáltatásokat később, vagy nem, vagy egyszerűen csak politikailag úgy gondolják, mert nem hiszem, hogy mondjuk Mark Zuckerbergnek szüksége van arra, hogy valami kedvezményt kapjon, annak ellenére, hogy ő kifejezetten azért is a demokratákat pártolja, mert a republikánusok és Donald Trump személyesen a úgynevezett big tech-et szeretné kicsit megregulázni, mert szerintük túlságosan nagy hatalomra tesznek szert, ellenőrizetlen hatalomra tesznek szert a Facebook és mindenen keresztül, tehát a republikánusok legalábbis, ha bejönnek, és ha Donald Trump lesz az elnök, és hogyha megfelelő többsége lesz a kongresszusban, ami egy másik kérdés, jelenleg úgy tűnik, hogy szenátusban elképzelhető, mert ott 33 hely lesz kiadó, és mindössze 10-et kell úgymond védeniük a republikánusoknak, 23-at a demokratáknak, 26 plusz 3-at, 3 hivatosan független, de a demokratákkal szavaz. A képviselőházban már nehezebb lesz a helyzet, de minden esetre ahhoz is kell valami együttműködés, ha nem, akkor jön az elnöki rendelet és az elnöki kormányzás, mind ahogy Trump csinálta, és mind ahogy Biden csinálja. Annak a hátránya az, hogy egy újabb elnök egy tolvonással meg tudja szüntetni az előző elnöknek a elnöki rendeleteit. Milyen a jelöltek
a feltételezett egymással szemben induló elnökjelöltek Donald Trump és Joe Biden elutasítottsága, mert a megválaszthatóság szempontjából ennek lehet jelentősége. Hát sajnos úgy tűnik, hogy Egyesült Államokban utóbbi időben inkább valaki ellen szavaznak, és valaki él, valakire szavaznak. 16-ban 15-16 ponttal magasabb volt Hillary Clinton elutasítottsága, mint Trumpé. 20-ban ugyanilyen arányban Trumpé volt magasabb, mint Bidené. Most ilyen pillanatban nagyon rosszul áll Biden, 33%-on áll az elfogadottsága, Trump valamivel magasabb, 39% országosan, de ezek az országos számok azért kicsit csalókák, mert nem országosan választják az elnököt, hanem az egyes tagállamokban választják az elnököt. Tagállamok kábinet részébe lefutott előre a dolog, olyan a lakosság összetétele, politikai beállítottsága, hogy ott a betonbiztos demokrata vagy republikánus győzelem várható. A maradék egy negyed, egy ötöd, hát bő 10-12 államban maximum változnak az erőviszonyok. 16-ban Trumpnak kedveztek, ezek 20-ban Bidennek kedveznek. A jelenlegi felmérések szerint Trump ezekben az államokban egy kivételvel jobban áll, mint Biden. Tehát ez, ami ilyen pillanatban fontos. Nagyon fontos még az, hogy egy legutóbbi fel, január 14-i felmérés szerint, hogy megkérdezték az embereket, hogy kitől várják azt, hogy az életük jobbra forduljon az elnöksége alatt, és itt érdekes módon Trump 41-26 arányba vezet Bidennel szembe, és ami még érdekesebb, hogy az összes korosztálynál legalább ilyen arányba vezet, a 18-41 közötti eknél is, akik viszont többnyire demokrata szavazók, ott is közel 20 ponttal vezet ebből a szempontból Trump Biden előtt. Nagyon sok függ attól, hogy az embereknek ez a fajta gondolkodás, hogy kitől várnak többet a saját helyzetüknek a javulását. Hiába mondja azt a demokrata pártján például, vagy Biden személyesen, hogy hát a makrogazdasági mutatók azok milyen jó, karacsony munkanélküliség, infláció megy lefele, az árindex lejjebb megy, bár most egyetlen egy jó hír a demokratáknak, hogy a úgynevezett fogyasztói megelégedettség az nőtt 20-25 ponttal novembertől, de hogyha az emberek nem érzékelik a mindennapi életükbe azt, hogy például az ingatlanárak, a kamat lábak és így tovább azok az ő érdeküket szolgálják, akkor hiába mondják ezeket a makrogazdasági mutatókat, az nem nagyon fogja érdekelni mondjuk a idaho-i kisvárosi lakót, vagy akár egy chicagói munkást, hogy ezek a számok mit mutatnak. Az ő élete milyen, az a fontos. Ha az emberek azt várják, hogy ők jobban éljenek egy új elnöktől, akkor Donald Trump és Joe Biden ennek megfelelően kampányol? Azt ígérik, hogy jobb lesz az életetek? Igen, tehát ennek megfelelően választják ki azokat a kulcsfontosságú ügyeket, amelyekkel kampányolnak. Tehát mondjuk, hogyha a republikánusokat nézzük, akkor a gazdaság helyzet, tehát ez ilyen mindennapi dolgok, hogy infláció milyen volt, mennybe kerül most a benzin, mennybe kerül most a kenyérhús, tehát a úgynevezett konyhai ügyek, vagy vajaskenyér ügyek hogyan állnak. Másodszor a rend, tehát hogy az amerikai utcákon mennyire van rend, mennyire nincs. Nagyon sok nagyvárosban a demokrata vezetés megkurtította a rendőrségnek, rendfenntartó erőknek a költségvetését, ennek megfelelően hát mondjuk a közbiztonság nem olyan, mint volt, vagy lehetne. Harmadszor a bevándorlás, illetve a határvédelem kérdésében, amit nemzetbiztonsági szempontból is értékelnek. Ennek egy leágazása az, hogy valami 200 vagy 300, nem tudom hány millió fentanil érkezett Amerikába, és több tízezer halott van elsőbb a fiatalok körében. Megint csak a
a nem megfelelő határvédelemnek az egyik leágazása vagy mellékterméke. Tehát ilyen kérdésekkel fognak feltetően kampányolni a republikánusok. A demokraták nak a kampányája ilyen pillanatban, ugye a gazdaságot nem nagyon tudják eladni, illetve ez a Bidenomics-nak eléggé rossz a visszhangja, és a tanácsadók azt mondják, hogy ne nagyon hangoztassa ezt, mert az emberek egyrészt nem értik, hogy Bidenomics, másodszor pedig hát megnézik az egyes adatokat, hogy mennyiért vásároltak benzint, vagy kocsit, nem tudom, bármit 2 évvel, 3 évvel, 4 évvel ezért, és most mennyibe kerül, akkor azért úgy látják, hogy ez nem az ő javukra működik. Másodszor a közbiztonsággal se tud nagyon mit kezdeni. Amit hangsúlyozni fog, az többek között az abortusz kérdése, mert ez 2022-ben fékmeddig erőnek bizonyult a demokratáknak. Az, hogy a legfelsőbb bíróság az abortusz kivette a szövetségi jogok közül, és a tagállami jogköröhöz utalta, és az akkor a demokraták ma már hajtotta a vizet, hogy amelyet kampányoltak, hogy hát a abortusz szövetségi szinten engedélyezett legyen. Ezzel feltetten kampányolni fognak, főleg a nők körébe tudnak ezzel jó pontokat szerezni, illetve támogatókat szerezni. Feltetően kampányolni fognak, és ez egy kicsit nehezebben megfogható kérdés a demokráciával. Ugye Biden most is hangsúlyozta a New Hampshire választások után elmondott beszédébe, hogy hát még jobban tisztult a kép Donald Trump, és itt a választás nem arról szól, hogy most mennyibe kerül kicsit burgásan szólva egy puttúró, hanem a demokráciáról van szó, mert hogyha Trump lesz az elnök, akkor itt vége a demokráciának, és jön valami rettenetes diktatúra, autokrácia, a fasizmus, és így tovább. A baloldali liberális lapok, véleményvezérek már félfasiszta, meg fasiszta jelzővel illetik Donald Trumpot, tehát a várható kormányzatot. Belekapaszkodnak Trumpnak abba a mondatába, amit egyszer elejtett, hogy hát egy napig diktatúra lesz, és akkor majd ők helyrehoznak dolgokat. Ez többek között arra utalt Trump, hogy általában, amikor elnökváltás van, egyik párt másik elnök, egyik párt elnökét a másik elnök vonul be a félházba, akkor több ezer hivatalnokot lecserélnek, természetesen a minisztériumoknak, intézményeknek a tetejéről. Donald Trump viszont tenni mélyebbre akar menni, tehát több tízezer szövetségi állást szeretne cserélni, tehát az egy mély államhoz visszatér, hogy azt megpróbálja megszüntetni, nem hiszem, hogy sikerülni fog. Amerikai bürokrácia több mint 2 millió emberből áll szövetségi szinten, tehát ez azért még 20 ezer is csak a felszínt karcolja, hogyha egyáltalán arról lenne szó. De bocsánat, egy amerikait meg lehet ijeszteni azzal, hogy itt majd diktatúra, mert náluk, ha jól emlékszem, nem volt soha diktatúra. És hát minden amerikainak ott van az M16-osa a szekrényben, hát bármelyik, tehát ott nehéz diktatúrát csinálni. Igen, de hát ezért szedik elő Erdogant és Putyint és másokat a vesznek le a porcról, hogy hát ezek ugye autokraták, és hát milyen hasonló politikát akar folytatni Trump. Az igazság az, hogy amikor Trump volt az elnök, semmi ilyen nem történt. Trumpnak a politikát különben szép csendben, legalábbis sok tekintetben, fel gazdaságpolitikáját átvették a demokraták. Ebbe a patriot a gazdaságpolitika, Kínával szembeni hát erős kéz politikája, a tőke repatriálása, és tovább ezeket szép csendbe átvették. Hosszú időn keresztül fönntartották a határvédelmet is, ugye amit a Covid idején hoztak, de még a Covid lefutás után is azért még helybe tartották a demokraták egy ideig. Tehát azért
Nem minden bekövetkezett be 180 fokos fordulat, és ő nem is fog. Többek között azért sem, mert az amerikai rendszer az nem kedvez a úgynevezett diktatúráknak, vagy egyeduralkodóknak, vagy akár, ahogy Nixon esetében megfogalmazták, a birodalmi elnökségnek. Ugyanis van ugye ez a tankönyvi fékek és jelensúlyok rendszere, tehát a végrehajtó, törvényhozó és a bírósági rendszer, hogy ez működik, nem működik, ez egy másik kérdés, de ilyen pillanatban most tegyük föl, hogyha Trump lesz az elnök, akkor a bírósági az nem biztos, hogy működik, mert a konzervatívok 6-3 arányba ülnek a szövetségi bíróságban, és közül hármat Trump nevezett ki, tehát ők nem nagyon valószínű, hogy Trumpnak a kicsit billegő, alkotmányosan billegő rendelkezéseit felülvizsgálnák, vagy felülbírálnák. Persze ez sem egy kőbevésett szabály, mert annak idején Eisenhower kinevezte a korábbi kaliforniai kormányzót, Earl Warrent, aki úgy gondolt erre egy idézőjelben rendes konzervatív, és egy nagyon liberális főbírónak bizonyult. Tehát idézőjelben törököt fogott, hogyha már Erdoğanról beszéltünk. Tehát ez egyetlen biztos. Plusz még, ahogy korábban szó volt arról, a kongresszusban nagyon úgy tűnik, hogy megint megosztott kongresszus lesz, és a kongresszus akkor már blokkolni tud nagyon sok mindent, mint ahogy blokkolt Trump idejében, blokkolt Obama idejében, és blokkolt Biden idejében, és tehát ez is egy jelensúly, plusz ott az a bürokrácia, és a bürokráciában hát óriási többségben vannak a demokrata érzelműek. Hivatalosan el vannak tiltva a politikai tevékenységtől, nyilvános politikai tevékenységtől, de azért sokat mond az, hogy Washington DC-ben a demokraták általában 95%-os arányba nyernek, ahol kizárólag feketék és bürokraták élnek idézőjelben, más nem nagyon, kicsit mondjuk sarkítva a dolgokat. Tehát ott is vissza tudják fogni, plusz ezen kívül azért óriási gazdasági és egyéb érdekcsoportok vannak, amelyeknek a érdekeit sérthetik bizonyos rendelkezések. Ők nyilván van nagyon komolyan közbe tudnak szólni, a pénzügyi, gazdasági mondjuk eszközökön keresztül. Szóval nagyon-nagyon sok olyan beépített mondjuk akadály van egy elnök előtt, hogy ne tudja azt csinálni, amit szíve szerint csinálna, ha nem lennének ezek. Tehát ez egy kampányfogás, nyilván van, ezzel lehet riogatni embereket. Úgy akkor viszont meg kell jegyezni azt, hogy a republikánusok is azt mondják, hogy az, aki tönkretette a demokráciát, az Joe Biden. Azzal, hogy a határokat nyitva tartja, azzal, hogy az amerikai infrastruktúrát lerobbanni hagyja, azzal, hogy az utcákon nincsen rend és fegyelem, azzal, hogy a felhasználják az FBI-t és az igazságügyi minisztériumot, hogy politikai ellenfeleket üldözzenek, lásd Donald Trump ellen a 91 fajta beadvány. De amiből... ez most használt neki? Tehát most már kijelenthetjük, hogy a jogi támadások azok kifejezetten segítik Donald Trumpot? Folytatni akartam, néhány közülük igen. Tehát abszolút mondjuk hogy visszamegyünk a legelsőhöz, ez a hallgatási pénz, amit mehettem be, igen, ennek a művésznőnek fizettek. Ez egész eset 2016 előtt történt. Utána benyújtott az igényeit ez a hölgy, a Stormy Daniels, a művész neve, az eredeti nevét nem tudom, lehet, hogy senki nem tudja már, és akkor az akkori Manhattan főügyész, Cyrus Vance, ifjabb Cyrus Vance, idősebb ugye az, aki visszahozta idéz, vagy ő adta át a koronát 78. januárban a magyar kormánynak, illetve a parlamentnek. Megnézte az ügyet, és a hallgatási pénzfizetése első tárgyban nem minősül bűnügynek. Ebbe
Az volt a kérdés első, hogy miből fizették azt a 300 ezer dollárt. Magánpénzből akkor az rendben lett volna, de általában nem magánpénzből, és ez volt az alap. De Cyrus Vance megnézte, azt mondta, hogy hát ez már maximum szabásértés, egészet dobta. Helyette bejött Erwin Bragg, aki többek között Soros Györgynek a segítségével jutott a pozíciójába. Amerikába ügyészeket, bírókat pártalapon is választanak, különböző helyeken, államokba, aki a szabálysértés felminősítette bűnügyé. Hát, hol lesz belőle valami? Igen, és ez volt az első ügy. Utána most előszedték ezt a másik hölgyet, aki 30 évvel ezelőtt, akit állták 30 évvel ezelőtt inzultált, szexuálisan inzultált, egy nagyáruház félnemű osztályának a próbafülkéjébe Donald Trump, ami abszolút életszerű, pont 30 évvel ezelőtt, ő is előállt ezzel, Carol nevű hölgy. Szóval ezek az ügyek hát nyilvánvalóan nem igazán komolyak. Van persze komolyabb ügy, mondjuk ez a Mar-a-Lago is sem annyira komoly, hogy most milyen iratokat vittem, mert mindenkit Bidennel is találtak a garázsba, meg a kocsiába, és akkor Biden védekezése az volt, hogy a kocsia az benne állt a garázsba, nem az utcán. Szóval ilyen átlátszó védekezések voltak, tehát az sem annyira komoly. Komolyabb ügy lehet ez a január 6-ai, mert ez az endülés refelő felbújtás, de ez megint csak egy eléggé hát kérdőjeles dolog, hogy amikor azt mondta, hogy menjetek és tiltakozzatok és harcoljatok, hogy ez most ő úgy értette, hogy most törjék be az ablakot és menjenek be, és csak az, hogy harcosan lépjenek föl. Kiabáljanak hangosan. Igen. Mert a bíróság előtt. Az ez világos, bíróság előtt áll, meg a másik, hogy most a georgiai tisztviselőnek telefonált, írt, nem tudom, twitterezett, hogy találja még 11 ezer százatot, hogy ő nyerjen Georgiába, hogy most ezért is egy ügyet kreáltak. Persze ennek egy másik érdekes leágazása az, ami megint csak jellemző Amerikára, hogy ugye nagy az erkölcsi felháborodás, és az az ügyész nő, akihez került, egy fekete ügyésznő, az az ügyet kiadta egy illetőnek, hogy hát gyerítse föl az egész kapcsolatrendszert, mindent, mert ott nem csak Donald Trump, hanem aztán 30 ember van vád alatt, és kiderült, hogy ez az illető, ez a barátja, akinek kijutott mondjuk 634 ezer dollárt, aminek egy részét elköltötték a Bahama-szigeteken, és így tovább. Tehát sajnos azt lehet, azt kell mondani, hogy az amerikai egész igazságszolgáltatási rendszer elősen politizált, átpolitizált, és sajnos bizonyos mértékben korrumpálódott, vagy hogy mondjuk egy felsőbb szintre menjünk, az FBI ezt a Hunter Biden féle laptop ügyet, amikor ez fölmerült, lesöpörte az asztalról, hogy ez hamis, minden hamis, és meg kiderült, hogy nem, és hogy akkor is tudták, hogy nem hamis, de ez 2020-ban az elnökválasztás előtt volt, és akkor nem biztos, hogy Bident megválaszták, hogyha kiderül, hogy a legközelebb családtagja ilyen hát kétes üzletügyekbe bonyolódik orosz, ukrán, kínai, román pénzemberekkel, amiből a Dow Biden család eléggé szépen profitált. Természetesen itt megint csak ilyen kicsit nevetséges dolgok vannak, hogy hát ami biztosnak tűnik, hogy Joe Biden úgy közvetlenül nem volt benne, de a nevét, mint brandet felhasználták, ugye mindig hivatkozták, hogy az alelnök úr, és mindenki tudta, hogy alelnök úr. És aztán voltak ilyen vacsorák, ahol egy fedél alatt volt a félházba egy-két ilyen idézelben vállalkozóval ezekbe az országból, de utána azt mondta, hogy hát üzlető abszolút nem esett szó, hát mindössze a Rossini szeletnek, a Bélszín szeletnek az előnyeitről beszélgettek, vagy az időjárásról. Tehát sajnos azt kell mondani, hogy az amerikai politika meglehetősen súlyos struktúrális bajokkal küzd,
és Donald Trumpnak az ügyei felszínt jelentik, és egyfajta szindrómát, hogy egyáltalán ennyi ügyel ide lehet kerülni. Másodszor pedig azért a másik oldal is eléggé sáros, és most eléggé jelentős mértékben az igazságszolgáltatást és sok minden egyebet vontak be ebbe a politikai küzdelembe, ami azért régebben nem volt. Tehát azért emlékeztetnék arra, hogy 60-ban, amikor Nixon úgy veszítette el az elnökválasztást Kennedyvel szemben, hogy mondjuk 120 ezer szavazattal országosan, és bizonyítottan voltak visszaélések a demokrata oldalon, halottak szavaztak le, és így tovább. Nixon azt mondta, hogy ő nem akarja ezeket az ügyeket felhozni, mert többet ér az amerikai intézményeknek a presztízse az emberek szemébe, mint hogy lerombolja ezt a nimbuszt. Azóta egyrészt a politikusoknak, a kongresszusnak, a nimbusza és az elfogadottságot, ha elfogadottságról beszéltünk korábban, hát olyan a 10-15%-nál tart. Tehát azt hiszem, csak az ügyvédek vannak lejjebb az amerikai emberek szemében. Újságírókat most nem kérdezzem meg Amerikában. Melyek lesznek Donald Trump elnök jelölt, ha elnök jelölt, ez fő témái? Mivel neki megy? Hát a fő téma természetesen, hogy helyreállítja a rendet az utcákon, a nemzetbiztonság szempontjából fontos határvédelem, tehát újra feltelten folytatták a kerítésépítést idézve, vagy a falépítést, a kitoloncolást, szigorúban vennék azt, hogy ki maradhatna, ki nem maradhatna az első támokba, adócsökkentés lenne, feltetően ezeket a zöld politika kilengéseket visszafogná, tehát az, hogy le akarják váltani a fosszilis energiát, amit nem nagyon lehet ilyen piacba, mert az amerikai iparnak és a versenyképességnek hátránya lenne, amit a demokrata baloldal akar, a progresszívek. Ezen kívül külpolitikában, ami minket is érintene többek között, a Ukrajna esetében hát jobban megnézni azt, hogy hova megy a pénz, illetve hát ő azt mondta, hogy 24 óra alatt itt békét teremtene, nyilván van nem, de feltetlen az ukránokat nagyobb rugalmasságra ösztönözni a potenciális béketárgyalások, vagy bármilyen tárgyalásokkal az oroszokkal szemben, vagy egy közvetítő útján megvalósult tárgyalások során. A NATO-nál nagyobb európai hozzájárulást vár természetesen, Kínával szemben adott esetben agresszívabban lépne föl. Tehát sok mindent mond, de hozzá kell tenni az két dolgot. Egyrészt az, hogy ami a kampányban elhangzik, az nem szabad azonosítani azzal, hogy mi valósul meg a hivatalban levő elnök részéről. Tehát általában, hogyha mondjuk a kampányigéreteknek a fele megvalósul, az már egy elég jó százalék. Másodszor pedig általában a korlátozó erők nagyon erősek. Annak idején, amikor Truman-t Eisenhower váltotta, és Eisenhower, ugye a tábornok, igaz, akkor már civil volt, de Truman azt mondta, hogy szegény Ike, ez volt Eisenhower beceneve, azt hiszi, hogy olyan, de a hadseregből, hogy kiadva a mutasítást, és ez úgy is lesz. Hát azért nem így történik, itt mondta az ember bármit. Sokszor olyan az egész, mint valamilyen ilyen, ez a jelly, az a nem tudom, magyarul, hogy belenyomja az ember az ujját, kihúzza, és akkor ugyanúgy visszaáll, visszaugrik az ilyen zseli. Zseli, igen, tehát a zseli, vagy sokszor, és ha
Most még emlékszünk arra, hogy korábban arról beszéltünk, hogy a bürokráciának a nagy része az demokrata beállítottságú, nagyon nagy részbe tudják gáncsolni egy elnöknek a mozgásterét. Tehát elfektetnek ügyet, felvizezik, bármit csinálnak vele, tehát ez egy kis zselé lehet a Trumpnak. De minden esetre feltétlenül azért változtatásokat fog végrehajtani, adózás, bevándorláspolitika, iparpolitika, NATO-val való kapcsolat, európai nagyobb felelősségvállalás, Ukrajna kapcsán, ezek várhatók így általában, csak hát nagyon nehéz kiszámítani, ezt ő eléggé sűrűn változtatja a véleményét. Másodszor pedig hát az, hogy az előválasztás mi, és mi a kampány, és mi az elnöki hivatalban levő munka, ez három különböző dolog. Kell még Donald Trumpnak Elon Musk meg az ex, mert annak idején a Twitteren Donald Trump óriásit ment a bank, azzal kommunikált a világgal, aztán onnan eltávolították, azóta van neki saját szociális médiája. Igen, a True Social. Trumpnak egy óriási előnye van. Hát sok előnye van, de az egyik az, hogy ő gyakorlatilag hát majdnem 100%-os ismertségre tett szert az első távokban, és majdnem azon kívül is. Tehát ő bármit mond, az hír. És akár szeretik, akár nem. Volt egy felmérés nem régen, hogy a vele nem nagyon barátságos televíziótársaságoknál mérték, hogy hány esetben egy adott időcikluson belül hány esetben foglalkoztak Trumppal, ami mondjuk egy csapon belül 1200-szor, igaz, hogy abból 91% az negatív volt, csak hogy kontextusba helyezem a dolgokat, ugye ebben az időciklusban Nikki Haley-vel 35-ször. És Ron DeSantis-szal 165-ször foglalkoztak, tehát nagyjából ilyen arányok vannak, nyilvánvalóan ő bármit mond, az hírérték, tehát őnek ilyen szempontból nem lesz semmifajta gondja, hogy az idézőjelben az üzenetét eljutassa bárhova, Kaliforniától, Massachusettsig, Alaszkától, Floridáig, és hát azt hiszem, hogy neki ez fontos, mert ő többször annak idején, amikor elnök volt, azt mondta, hogy én az első támok elnöke vagyok, nem a világé. És az America First. És most ilyen például is ez az egyik hát nagyon erős üzenete, hogy ő az amerikai érdekeket fogja képviselni, és hogyha nem amerikai érdeke az, hogy mondjuk egy tetszőleges országba, Bergen-Góciába a demokrácia hogyan áll, az nem az ő feladata. Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Magyarics Tamás külpolitikai szakértő, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tanára volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották. Ha érdekesnek gondolták, kérem, iratkozzanak fel az Inforádió YouTube csatornájára, akkor a következő beszélgetést automatikusan kapják majd meg. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok. A műsor támogatója a Hold. Nem csak vagyont, kockázatot is kezelünk 1994 óta.